Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszterhelyettes asszony! Magyarországon milliók élnek energiaszegénységben. Fidesz kormánynak az elmúlt 13 évben ezt a helyzetet nemhogy megoldania, de kezelnie sem sikerült. Jelenleg 600 ezer háztartásban nem tudnak vezetékes energiát használni a fűtéshez, ez körülbelül 1,8 millió embert jelent, minden ötödik magyar. Nem a harmadik világban, hanem Magyarországon a NER 14. évében. De van egy még mélyebb bugyor is, 10 ezer hazai háztartásban nincsen vezetékes ára. Több mint 8600 magyar gyerek nő fel olyan helyen, ahol este gyertyát kell gyújtani, hogyha látni akarják a házi feladatot, a tányért vagy éppen egymás arcát. Pedig gyertyával fűteni nem csak egészségkárosító, de iszonyú drága is, hogy egy szobás szükséglakást kivilágítani gyertyával többe kerül, mint Orbánék 60 pusztai kastélyának a könyvtárépületét villanyfénybe borítani. A megoldás, ahogy a Fényhozók Alapítvány évek óta zajló programja megmutatta, meglehetősen egyszerű. Kell hozzá egy alsó polcos napelem és egy kiérdemesült akkumulátor, mondjuk egy használt gépkocsi aksi, néhány 10 000 forint mindez lakásonként. Mi, a Párbeszéd zöldek megelégeltük a kormány 13 éves semmittevését, ezért azt vállaltuk, hogy lefutjuk az Ultra Balatont, 211 kilométert, és ezt összekapcsoljuk egy közösségi adománygyűjtéssel. A link ott van egyébként az élő videó alatt. És szeretnénk támogatni az alapítványt abban, hogy minél több családhoz tudják elvinni a fényt, és szeretnénk, hogyha ez a példa ragadós lenne, nem csak jó szándékú internetezők, hanem esetleg a kormánypárti többség is csatlakozna hozzá. Ezért kérdezem államtitkár, miniszterhelyettes asszonyt, hogy a kormánynak megéri-e egy közepes stadion egyetlen széksorának árát az, hogy 8600 gyermek családjába elvigye a vezetékes villanyt, elvigye a fényt. Kíváncsian várom válaszát.